Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, az Ultrahang Plus mai adásában pedig Lakatos Márk ügyének folytatásáról fogunk beszélgetni. Jogi aspektusból is megvizsgáljuk a fejleményeket, Lakatos Márk is megszólalt az ügyben, az ő közleményét is ismertetjük, és megnézzük, hogy mi történt azóta, hogy Ábrahám Róbert és Lukács Adorján itt jártok nálunk az Ultrahang stúdiójában. Azonnal kezdünk, előtte azonban arra kérek mindenkit, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. Csütörtökön rögzítettük még azt a beszélgetést Ábrahám Róberttel és Lukács Adorjánnal, amit már több mint 100 000-en láttak itt az Ultrahang Plus csatornáján. Ebben beszéltek arról az ügyről, amely Lakatos Márkkal kapcsolatos. Ugye Ábrahám Róbert renitens nevű csatornáján egy fiatal ember azt állította, hogy őt szexuálisan kihasználta Lakatos Márk, egy cipőért és némi pénzért kellett szexuális ellenszolgáltatást végeznie. Nevelő otthonban nevelkedett ez a fiatal ember, és egy közvetítő közvetítette ki. Ezek voltak tehát hallhatók a renitens csatornán. A fiatalember arról is beszélt, hogy vállalja a poligráfos vizsgálatot. Ábrahám Róberték pedig itt nálunk is elmondták, hogy tudomásuk szerint mások is érintettek lehetnek az ügyben. Aztán Ábrahám Róbert szombat reggel bejelentette, hogy este 18 órára demonstrációt szerveznek Lakatos Márk otthona elé, arra a környékre, a Batthyány térre, ahol ő átvette ezt a fiatalembert a kerítőtől. 300-400-an voltak egyébként ott, és amikor korábban a média hallgatott, ezt követően azért elkezdtek erről beszámolni. Azt is lehetett látni, hogy az interneten, a közösségi médiában egyre nagyobb volt az igény arra, hogy derüljön ki, hogy mi történt. És időközben megszólalt Lakatos Márk is, aki az Instagramon közzétett közleményében azt írta, hogy az elmúlt napokban olyan súlyos és alaptalan vádak célpontjává váltam, amelyek teljesen ellentétesek mindazzal, amit képviselek, a leghatározottabban visszautasítom ezeket az állításokat, mivel állítólag büntető eljárás indult az ügyben ismeretlen tettes ellen, a hatóság kérdéseire készséggel válaszolok, velük teljes mértékben együttműködök. A közösségi médiában, valamint egyes sajtóorgánumokban megjelent rágalmazásokat a leghatározottabban visszautasítom. Hálás vagyok azoknak, akik ebben a nehéz időszakban mellettem állnak és bíznak bennem, hiszem, hogy az igazság mindenki számára nyilvánvalóvá válik. És itt van velünk a vonal túlsó végén dr. Szűcs Gábor jogász, akivel szigorúan az ügynek a jogi aspektusait fogjuk megvizsgálni. Hangsúlyozzuk, hogy egyelőre ugye nyomoz a hatóság, tehát mindaz, ami elhangzik, az egyelőre gyanú. Itt van velünk tehát dr. Szűcs Gábor. Szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szervusz Tamás, köszönöm szépen a meghívást. Kezdjük onnan, hogy ugye Ábrahám Róbertnek a renitens nevű YouTube csatornáján megjelent egy videó, amiben a feltételezett áldozat azt állítja, hogy neki egy cipőre volt szüksége, akkor jött egy kerítő, aki kiközvetítette az ismert közéleti személyiségnek, aki aztán felvitte a lakására, és ott pénzért, illetve egy cipőért történt köztük szexuális cselekmény. Ennek, és 15 éves volt a fiatalom ember saját bevallása szerint akkor, amikor ez megtörtént. Kérdezem, hogy ez jogilag, ha és amennyiben ez tényleg bebizonyosodik, hogy így volt, akkor ez mit jelenthet? Itt ugye nagyon fontos az, hogy végig feltételes módban beszéljünk, hiszen egyrészt még nem nyert bizonyítást az, hogy bármi ezek közül ténylegesen megtörtént volna, sőt, egyébként, hogy jól tudom, Lakatos meg cáfolja is ezeknek a megtörténtét, de amennyiben ez mégis megtörténik, az általad felsorolt tényállások alapján itt gyermekprostitúció kihasználásáról abszolút szó lehet, ráadásul ugye 15 éves szeméről volt szó. Itt van egy nagyon komoly erkölcsi és morális probléma is ezzel az üggyel természetesen. Maga az, hogy egy nevelőintézeti sráccal szemben követne el valaki ilyet adott esetben. Itt aki 18. életévét be nem töltött személlyel való szexuális cselekményért ellenszolgáltatást nyújt, az ugye megvalósítja a gyermekprostitúció kihasználása büntetét, és ez 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Tehát amennyiben ilyen megvalósult, akkor itt nagyon súlyos börtönévek várnak az elkövetőre. Nagyon fontos az is, amit még mondtál, hogy itt egyébként segíthettek az elkövetőnek, aki itt visszaélt az intézet is gyermeknek a hátrányos helyzetével. Amennyiben itt megvalósult a kerítés, vagyis valaki ugye a haszonszerzés céljából szerezte meg a fiatal ember szexuális cselekmények végzésére másnak, akkor ott szintén egy büntetről beszélünk, ez egy 3 évig terjedő szabadságvesztés, csak hogy
nagyon fontos itt is, hogy 18. életévét be nem töltött személyisére, amire követték el, ez itt már rögtön 5 évig terjedő. Tehát nagyon súlyos büntettekről beszélünk, de még egyszer hangsúlyozom, minden csak feltételes módban. Biztos vagyok benne, hogy űzerőkkel fog nyomozni az ügyészség ez ügyben. Mindjárt megnézzük Lakatos Márk aspektusából is, de akkor egy picit jogászkodnék, és hangsúlyozom, hogy ez egy jogi és nem egy morális kérdés a részemről. Azzal, hogy a fiatalember kapott cipőt, pénzt a szexuális cselekményért, az kihasználásnak számít, vagy pont, hogy a beleegyezést igazolja, hiszen ott azt is lehet mondani lelketlenül, és mondom, ez kifejezetten egy jogi kérdés számomra, mert korábban már voltak hasonló jogi esetek, ahol lehetett hasonlót érzékelni, szóval azzal lehet-e azt mondani, hogy ő megkapta érte a fizetségét, cipőjét, azzal ő is belement ebbe az egyességbe. Hát ugye itt az a nagyon fontos, és ott kell megtenni a distinkciót, hogy történt-e a szexuális cselekményért ellenszolgáltatás nyújtása. Mert amennyiben nem történik, úgy tény, hogy egy 14 és 18 év közötti, valamint egy 18 év feletti személy közötti beleegyezésre alapuló szexuális kapcsolat, ez jogilag teljesen rendben van. Azonban itt nagyon fontos, hogy amit eddig az ügyről tudunk, és nyilván a sajtóinformációkra támaszkodunk, az, hogy a 18. életévét betöltött személy fizetett egy cipőt a 15 évesnek azért, hogy ilyen cselekményeket végezzen. Így viszont pont, hogy megvalósul a BTK 203. szakasz kétbekezdés szerinti gyermekprostitúció kihasználása, mert hogy a szexuális cselekményért ellenszolgáltatást nyújtott a felnőttkorú érintettje az ügynek. Ugye a fiatalember azt állítja, hogy neki még a kapott pénzből le is kellett adni a kerítőnek is, az súlyosbító körülmény egyébként? Hát itt akkor viszont már rögtön behozunk egy új bűncselekményt, a kerítést. Hozzáteszem, hogy itt olyan morális mélységekről beszélünk, aminek úgy érzem, hogy még nagyon komoly sajtóvisszhangja lehet, amennyiben bebizonyosodik bármi arról, hogy ez igaz lenne. Ugye a kerítésről akkor beszélünk, hogyha valaki haszonszerzés céljából más szexuális cselekmény végzésére valakinek megszerez. Itt is nagyon fontos, hogy itt külön minősített esetről beszélünk, amikor 18. életévét be nem töltött szemét ajánlanak fel, vagy hívnak fel prostitúcióra. Ez lehet még külön súlyosbító eset, hogy egy nevelőintézetben élő gyermekről van szó, vagy fiatalról van szó? Természetesen a bíróság nagyon sok szempontot mérleg, nagyon sok szempont szerint mérlegelhet, és labba vethet rengeteg más körülményt. Az is igen, hogy hátrányos helyzetű fiatalról van szó, az is, hogy teljes mértékben ki volt szolgáltatva, az is, hogy egyébként nevelésére, tehát hogy az ő nevelése az a kerítőre volt bízva, még egyszer hangsúlyozom, amennyiben ez így történt, mert most még csak feltételes módban beszélünk, de természetesen van relevanciája, igen. A fiatalember azt állítja, hogy ő vállalja a poligráfos vizsgálatot is, ezt bemondta abban a videóban, amit Abraham Robert készített. A magyar büntetőeljárásban a poligráfos vizsgálathoz hogy állnak? Létezik poligráf, és kérheti azt, hogy ő gyakorlatilag hazugságvizsgálón mondja el azt, hogy mi történt, vagy ott válaszoljon a kérdésekre, de ez önmagában nem bizonyító erejű. Tehát a poligráfos vizsgálatnak az eredménye az még önmagában nem jelent perdöntő bizonyítékot. Bármit is hoznak ki a vizsgálat, az önmagában még nem dönti el az ügyet. Viszont a bíróságot befolyásolhatja például? A bíró mérlegelését adott esetben igen, de csak önmagában nem alapozhatja erre az ítéletét. Akkor most nézzük meg Lakatos Márknak a védekezését, aki ugye azt mondja, hogy semmi nem igaz, és hogy együtt fog működni a hatóságokkal. Azt mondja, hogy mivel állítólag büntetőeljárás indult az ügyben, ismeretlen tettes ellen, a hatóság kérdéseire készséggel válaszolok, velük teljes mértékben együtt működök, illetve hogy azok a vádak, amelyeket megfogalmaztak, teljesen ellentétesek mindazzal, amit ő képvisel, és a leghatározottabban visszautasítja ezeket az állításokat. Mi történik akkor, ha kiderül, hogy itt Lakatos Márk esetleg tényleg ártatlan? Abban az esetben aki rágalmazza, milyen bűncselekményt valósít meg? Hát egyrészt az ártatlanság véleme mindenkit megillet, itt természetesen Lakatos Márkot is, tehát amíg a bíróság jogerős ítéletében ki nem mondja az ő bűnösség, mindig őt ártatlannak kell tekinteni. Az, hogy milyen bűncselekmény valósul meg, amennyiben a rágalma kiderül, hogy nem igazak, gyakorlatilag megválaszoltad a kérdést, rágalmazás első körben. Ugye abszolút megállja a helyét az, hogy másolt becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híreztel valaki. De a rágalmazáson felül van még egy nagyon fontos bűncselekmény tényes, ez a hamis vád. Ugyanis itt már arról volt szó, hogy
Ábrahám Róbert, ugye Lakatos Márkot hatóság előtt bűncselekmény elkövetésével vádolta, és amennyiben ez bebizonyosodik, hogy hamis vád, tehát alaptalanul vádolta meg ezzel, akkor egyébként ő is komoly büntetésre számíthat. Itt, egyébként, hogy van egy áldozat, aki kamerába mondta a történteket, és láthatóan van egy történet, itt amit ő osztott meg. Itt minden azon múlik, hogy végül mi bizonyítható, és mi nem, és hogyan dönt a bíróság majd. Már amennyiben ez bírósági szakba jut az ügy, ez nagyon fontos. De addig tényleg csak feltételes módra beszélhetünk. Itt akár Ábrahám Róbert, akár Lakatos Márk is kerülhet a vádlottak padjára. Itt a hamis vádnál egyébként fontos még megemlíteni, hogy amennyiben büntető eljárás indul a hamis vád alapján, úgy már a büntetés szigorúbb 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés. Tehát komoly a tét mind a két oldalon, de semmiképpen sem szeretnék addig állást foglalni, amíg a nyomozás le nem zajlott. Az utolsó kérdésem az, hogy nyilván ez az ügy például évekkel ezelőtt történt. Egyik mond A-t, másik mond B-t, ugye nyilván van ebben egy kerítő, tehát valaki mond C-t, illetve ez a fiatalember azt állítja, hogy másokat is kiközvetítettek, de hogy lehet egy olyan ügyet kinyomozni, ki lehet-e egyáltalán nyomozni, hogy mi történt azon az ominózus napon, amiről a fiatalember beszél? Természetesen, tehát azért a rendőrségnek megvannak ehhez az eszközei, úgyhogy sokkal hosszabb időtávlatból is ki tudnak deríteni, vagy fel tudnak deríteni bármilyen bűncselekményt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ennek sem tudásbeli, sem infrastruktúrális akadálya nem lehet. Az időmúlás egyébként egy fontos tényező a büntető eljárás során, illetve magában a büntetőjogban. Azonban azt nagyon fontos megjegyezni, hogy a 18. életévét be nem töltött személyek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények, azok soha nem évülnek el. Ez egyébként egy viszonylag friss pár éves BTK módosítás eredménye. A gyermekvédelmi intézkedéseknek ez is egy része. Tehát a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények akárhány év múlva is derül rájuk fény, az elévülésre nem hivatkozhat az, aki ezeket megvalósította. Dr. Szűcs Gábor, köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm én is. Ez az ügy talán azért is kényes, mert Lakatos Márk az egyik arca, promótere volt annak a gyermekvédelmi tüntetésnek, amelyet a bicskei áldozatok mellett szerveztek magyar influencerek. Akkor egyébként készítettünk mi egy videót, amiben többek között Lakatos Márkra hivatkozva mondtuk azt, hogy mi távol maradunk ettől a tüntetésről, nem azért, mert a bicskei gyermekek ugye nem érdekelt volna minket, sőt, hát elsők között voltam a magyar sajtóban, aki megszólaltatta a bicskei áldozatok ügyvédjét. Ezt a videót azóta már több mint 500 000-en tekintették meg, és hatalmas visszhangja volt, hanem egyszerűen úgy éreztük, hogy a farkassal sem megyünk piroska emberi jogaiért tüntetni. Ugye ez volt az a tüntetés, aminek többek között Potyondi Edina volt a szervezője, akinek a komment falát aztán ellepték a kommentelők, hogy nyilvánuljon meg Lakatos Márk ügyében, és végül ezt meg is tette, írt egy bejegyzést, ezt fogom most felolvasni, így szól. Az internet egyik pöcegödrében napvilágot látott egy interjú, amit egy közismert propagandista készített. Az interjúban egy kitakart arcú szereplő azzal vádolja meg Lakatos Márkot, hogy prostitúcióra vette rá, amikor még csak 15 éves volt. A kamasz fiú állítólag árvaházban élt a történtek idején. A megrendítő beszámoló után, akármilyen fenntartáson van az interjú készítő személye és szándékai kapcsán, az egyetlen helyes döntés az alapos nyomozás és a megfelelő jogi eljárás. Magyar állampolgárként elvárom, sőt követelem, hogy a hatóságok lépjenek, és a lehető leggyorsabban tájékoztassák a közvéleményt a nyomozás állásáról. Ahogy elvárom, hogy a sajtó fokozott figyelemmel és érzékenységgel kövesse az eljárást, valamint Lakatos Márktól is elvárom, hogy nyilatkozzon az ügyben. Közéleti szereplő, akit súlyos vádért, ennyivel tartozik a nyilvánosságnak. Ami a személyes rész, ennek az ügynek az apropóján a propagandista és követői számos helyen és alkalommal szálltak belém, mert szerintük a hallgatásom ez esetben cinkosság. Voltak, akik egyenesen a megverésemmel fenyegettek, hashtag keresztény konzervatív értékrend. Érdekes módon nem vádolják sem a Hírtévét, sem a Magyar Nemzetet, sem az Indexet, ahol ez idáig nem számoltak be a vádakról, és nem követelik a miniszterelnök, vagy Kocsis Máté, vagy a családvédő kormány bármely tagjának az állásfoglalását.
állásfoglalását. Épp ahogy nem követelték a pedofil katolikus papok kapcsán, vagy ahogy nem követelik ma sem, hogy hozzon minden kegyelmi döntés nyilvánosságra a kormányzat, és legyen nyilvános vizsgálat K. Endre szabadon engedéséről. Ahogy továbbra sem követelik, hogy normális étkezés, normális zseppénz és transzparens állapotok legyenek a gyermekvédelmi intézményekben. Ez mind nem fontos, de a pottyondi nyilvánuljon meg. Oké, semmi nehézséget nem okoz, tessék, akik gyerekeket bánt az égén pokolban. Rohadjon rá a lakat, ha bal, ha jobb oldali. Pedofilnek nincs kegyelem, ha celep, ha nem celep, ha pap, ha nem kapap. És az a kormány távozzon, ahol még a kormányzat legelkövetelezettebb, és az a kormány távozzon, ahol még a kormányzat legelkötelezettebb támogatói sincsenek meggyőződve arról, hogy a gyermekvédelemmel érdemben foglalkoznak, ahol tőlem várják ezek a jobbos arcok, hogy mozgósítsam a rendőrséget, a hatóságukat. Haló, nem nekem van kétharmadom. Szomorúan teszem hozzá, hogy amikor 150 ezeren mentünk ki a Hősök terére, akkor sem történt semmi. Akkor sem mozdult meg a rendőrség, nem indult nyomozás, hogy kik és miért éltek vissza a hatalmukkal. Nem volt nyilvános vizsgálat, hogy meddig és hova ér a kegyelmi botrány. Máig nem tudjuk, hogy történhetett meg, hogy a magyar bíróság döntését egy fideszes érdekcsoport felülírhatta. De most az van, hogy tényleg mindenki hallgat, aminek két oka lehet. Az első az, hogy senki nem hisz a hivatásos hazudozónak, még a sajátja is. Bár a kormány propagandát mikor zavarta az igazság és a hazugság közötti különbség. A másik lehetőség, hogy a kormányzat tudatosan nem akarja tematizálni a témát, mert a szekrényük tömve van bántalmazással, pedofíliával, árva gyerekek vagy minisztránsok megrontásával. Sajnos nem tudom kizárni az utóbbi lehetőséget, ezért azt javaslom, hogy indítsanak nyilvános vizsgálatokat a gyermekvédelmi intézményekről, a katolikus egyház belső viszonyairól, a kegyelmi döntésekről, az ügyészség működéséről. Független civil szervezeteket, gyermekvédelmi szakértőket vonjanak be az intézmény hálózat átvilágítására. Kapjon a társadalom még több jogi garanciát arra, hogy a hatóságok a tudomásukra jutott bántalmazásokkal szemben kíméletlenül fellépnek. Védjük meg a gyerekeket, a nőket, az elesetteket és a gyengéket. Odakint most is szörnyek járnak. Szörnyek, akik gyerekeket bántottak, és szörnyek, akik a gyerekek helyett a bántalmazókat segítették. Ez tehát Pottyondi Edina Facebook bejegyzése. Én az Ultrahang részéről a jövőben is ahhoz tartom magam, hogy bár mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, ha vannak felmerülő problémák, kérdések, akkor azokkal foglalkozni kell. Ezért is örülök Füsi Angéla munkásságának, aki egyébként a Magyar Katolikus Egyházon, meg egyáltalán az egyházakon belüli visszaéléseket is feltárja. Ezeket is próbálják elhallgatni itt az Ultrahangon. Ezekről is beszélünk, illetve akár bal, akár jobb oldali probléma van, mint mondtam, a kegyelmi ügy kapcsán is elsőként készítettem interjút a Bicskei Áldozatok ügyvédjével, mert hogy ebben a történetben engem csak is kizárólag az áldozatok védelme érdekel. Meggyőződésem, hogy sem az ellenzékiek, sem a kormánypártiak többsége nem abuzáló, nem pedofil, nem gonosz ember. Nekem van egy ilyen ideám, hanem vannak olyan vadhajtások minden oldalon, egyáltalán a magyar társadalomban, amitől viszont pártállástól függetlenül meg kell szabadulni. Ez az én véleményem. Köszönöm, hogy meghallgatták. Viszont hallásra!